Sziasztok, drágáim, szeretettel köszöntünk mindenkit, István Dániel barátommal, aki az Egyesült Államokból van itt, és ahogy múlt héten ígértem nektek, tolunk még egy műsort, mert rengeteg dolog van az Egyesült Államokkal kapcsolatban, Hillary Clintonnal kapcsolatban, Michelle Obamával kapcsolatban, de hát ugye előtte tényleg csak egy mondat erről a szörnyű és turbulens politikai hétvégéről. Azt szeretném mondani, hogy tényleg én is személyesen, meg szerintem minden kollégám nevébe meg szeretném köszönni ennek a két csodálatos politikus asszonynak, amit a nemzetért, amit értünk magyarokért tett, amit a nemzetközi kapcsolatokért tettek, és valóban tehát ők ketten szerintem sokkal többet tettek hazánkért, mint az egész baloldal valamikor is. Úgyhogy a jó Isten áldását kérem mindkettőjükre, és köszönöm a munkájukat. Na, érdekes dolgok voltak, ugye kezdjük talán Tucker Carlson interjújával. Hát ugye kócos kis barátunk Nagy-Britanniában, Boris Johnson, ugye a bukott miniszterelnök, hát szinte még kócosabb lett, és rögtön a nemzetek árulójának nevezte Tucker Carlsont. Akkor mit mondott, hogy körülbelül ilyen hitleri propagandát folytatott, és hogy ez nem újságírás, és hogy egyáltalán semmi szubstansz nem volt ebbe a riportba, és mondta, hogy miért nem ment neki jobban, miért nem támadta, vagy miért nem kérte számon, hogy mik történtek ugye Ukrajnában, de tehát idézem őt, az állítólagos nemi erőszakok, az állítólagos háborús bűnök, tehát ezek nagyon érdekes dolgok, ugye hiszen az ENSZ is megállapította, hogy az orosz hadsereg nem követette nemi erőszakot, bizonyította, nem követtek el semmilyen háborús bűnt. Ugye mekkora hallgatás van Bucsáról, amikor jött, hogy a Bucsába ártatlan civileket öltek meg az orosz katonák. Oda ment tényleg a német Bundesnachrichtendienstnek, a szövetségi hírszerzésnek több szakértője. Oda mentek forenzikusok az FBI-tól, a spanyol gárdia civil, tehát mindenki körülbelül, aki valamit is értett a nyomozáshoz, ott volt, és hatalmas hallgatás azóta is. Tehát úgy látszik, hogy nem állapítottak meg semmit. Vagy ugye volt egy francia riporter, aki már csak Franciaországban mert elmondani, hát ő látta, hogy ukrán katonák holtesteket helyeztek el az utcán, de nem nagyon mert kérdezősködni, mert nem nagyon szeretett volna ő is a díszlet része lenni esetleg. Úgyhogy mondom, érdekes dolgok, akkor ott van Hillary Clinton, aki egyszerűen idiótának nevezte Tucker Carlson. Úgyhogy brutális, hogy milyen shit tsunami jött, tehát ez már nem is shit storm volt, hanem shit tsunami. De ahogy átnézted az Egyesült Államok sajtóját, meg a kommenteket Tucker Carlson mondjuk X oldala alatt, vagy a YouTube csatornáján, mi volt az amerikaiak reakciója? Köszönöm, hogy itt lehetek. Sziasztok! Szóval, amit Tucker Carlson csinált, azt igazából, akik nézik a híradásokat, és megpróbálnak normális híreket nézni, azok ezt már nagyjából összetették itt azért. Tehát itt azért ez nem annyira nagy új dolgokat mondott el Tucker Carlson, csak átadta az amerikai adófizető, az Egyesült Államok beli adófizetőknek ezt az információt, mert ez egy nagyon fontos információt, tudják, hogy hova ment a pénzük. Aztán itt van Tucker Carlsonnak, hogy őt ugyebár a Fox News-tól ugyebár kitették. Nem tudjuk pontosan, hogy miért tették ki, de most Hillary Clinton az egyből ráment arra, hogy ő egy bukott újságíró, és azért ment oda, hogy a Putyin propagandát ezt jobban értesse. Amikor valaki megnézi ezt az interjút, akkor pontosan látja, hogy ebbe volt egy elég nagy történelem, és nem akart Tucker Carlson belemenni ebbe a történelembe, de enélkül nem lehet pontosan tudni azt, hogy miről szól ez az egész. Ez így van. Ez a propaganda média, ez a propaganda eladás, ami megy az Egyesült Államokban, mert az USA-ban ugyebár még az emberek ezt azért eléggé azért megeszik idézőjelben, ez a propaganda, ez még ott elment, és most már az emberek látják azt, hogy ezt a propagandát, ebben valami gond van. Tehát most már látják azt, hogy ez az oldal, ez mégsem állnak annyira jól az ukránok a háborúban. Mégis azért most 20-30 ezer katonát vesztenek el, és ne felejtsük el, azért az ukránok azok nem úgy háborúznak, hogy elkezdtek háborúzni, és szépen lassan fogynak a katonák, hanem ők kiképeztek egy baromi nagy katonasságot évek alatt, akik rögtön az elején elbuktak, utána gyorsan fel kellett építeni még egy katonaságot, ami megint elbukott, és ugyebár most a harmadikat, ami elbukott Bakhmutnál, és most a harmadik katonaságot próbálják felépíteni, és most Zelenszky, és ugyebár hirtelen akartam oda a nevét... Zaluzsny, akit cseréltek, igen. Ő közöttük azért van egy nagyon nagy nem együttérzés. Na most Zelenszkynek melyik irányba fog menni a sorsa? Vagy szépen lassan lemond és elballag, vagy esetleg Ukrajnában fogja valahol végezni, esetleg nem túl szépen. Szóval itt azért van nagyon sok kérdés, és látjuk azt, hogy mind az ukrán propaganda, mind a szankciós propaganda, amit azért mondtak itt éveken keresztül, ez mind-mind elbukott. Tehát, hogyha megnézzük azokat a hírforrásokat, hogy ki mit mondott ezzel kapcsolatosan, az oroszok nemhogy meggyengültek volna,
hanem talán lehet, hogy jobban erősebbek, önfenntartóak, sokkal erősebbek. És most annyi fegyver kellene Ukrajnának küldeni, meg annyi pénzt, amit nem tudnak. Hát igen, látjuk, ugye Olaf Scholz német kancellár elment Joe Bidenhez pénteken, csak néhány órát töltött Washington DC-ben, és mondta, hogy ők ezt már egyedül nem győzik. Persze. Mert ugye az Egyesült Államok most elegánsan a Fekete Pétert áttolta az Európai Uniónak, hogy mi már nem tudunk fizetni, bocs, a szenátus megtorpedozta, van azt hiszem két vagy három nem, ugye, sőt, még ugye demokrata szenátorok is nem elszavaztak, tehát ez az érdekes benne, nem csak a republikánusok. És Németországban szerintem rögtön ott a gazdasági szakértők, Scholz stábja átlátta, hogy hát ezt mi egyedül nem fogjuk viselni, és most megpróbál pénzt szerezni. De hogy látod, visszatérő még az előző dolgok, hogy gyújtott fényt az amerikai fejekben, akik eddig nem is foglalkoztak olyan mértékben a politikával, mint mondjuk mi ketten? 125 millió megnézés volt 11 vagy 12 óra alatt. Na most általában Tucker Carlsont az Egyesült Államokból nézik meg. Tehát csak azt nézzük, hogy a 60%-át nézték meg mondjuk az Egyesült Államokból, az nagyon-nagyon nagy szám. Nagyon-nagyon nagy szám. Persze. Tehát biztos vagyok benne, hogy az Egyesült Államokban azért az emberek most már kapizsgálják, hogy miről szól az egész ukrán háború. Hát meg eltűntek ugyebár az ukrán propagandisták az utcáról, nincsenek ukrán zászlók. Hát mennyi volt, amikor voltam Kaliforniában, a liberális államban, fent Seattle-ben, ezekben a liberális államokban emberek zászlóval mentek ki. Hogy igen, meg kiagazgatták kávézókban mindenütt ugye az ukrán zászlót, tehát ezt lehet tapasztalni, mint mondjuk nem, akár Prágában is például, vagy Varsóban, tehát rögtön mentek, mert mindenki a Facebook profilképéhez odabigyeztette az ukrán zászlót. Öntötték ki az orosz vodkát. Igen, öntötték ki az orosz vodkát, ami pedig egy nagyszerű ital, tehát kár érte. Igen. Ez a propaganda, ez elvirezni látszik az USA-ban. És ugyebár annyi pénzt elküldtek, annyi fegyet, amiről mi tudunk, ami a hírekben van. De hát valószínű, hogy ennél is azért sokkal többet, tehát látjuk, hogy azért itt azért hogy próbálják megszavazni egy törvényt, ami mondjuk a határvédelmi törvényt, hogy próbálják megszavaztatni, hogy ez egy package, ez egy csomag, igen. És bele van burkolva nagyon sok más minden. 60 milliárd dollár megsegítése Ukrajnának, hogy ami fegyvereket hívhatnak le. Igen. Tehát igazából 100 milliárd dollárt költött durván az Egyesült Államok. Tehát ennyit adott az ukránoknak, amiből fegyvereket hívhattak le. Durván 100 milliárd eurót kapott az Európai Uniótól Ukrajna, ebből nagy részt amerikai fegyvereket hívtak le. Igen. Tehát azért az amerikai fegyveriparnak ez egy hatalmas üzlet hogy volt. Ne, tehát brutális, tehát ez dübörög. Ugyanúgy a belgák is jól csinálták, igazából odaadták a régi F-16-os vadászgépeket az ukránoknak, azok full működésképtelenek, tehát mondjuk a múzeumban remek, vagy a játszótéren a gyerekek mászkálnak rajtuk, szuper jó. Mit csináltak a belgák? Utána vettek, ugye kaptak uniós támogatást, hadipar fejlesztésre, és vettek majd új F-16-osokat maguknak. Igen, igen. Tehát jó deal volt. Na most azért azt kell tudni, hogy azért volt egy időszak, amikor lehet olvasni az interneten, hogy a Pentagon megpróbálták a fegyvergyártó cégek beperelni, mert hogy nem volt háború. Hát milyen érdekes. Na most azért ezek a fegyvergyártó cégek, meg ezek a nagy cégek, akik benne vannak a fegyveriparban, azért a politikában nagyon sok pénzt adnak ember. Hát hány, bocs, hogy közben, de hány politikus például ott van ugye a bizottságokban, az igazgatói tanácsban, tehát nem véletlen, hogy így pörög a fegyveripar. És láthatjuk azt is, hogy azért, ami Ukrajnába elmegy pénz, azt nem nagyon tudják megmondani, hogy pontosan mire ment. Tehát az ukránoknál, én most nem ledaglálni akarom az ukránokat, de hát az Amerikai Egyesült Államok fele sem tudnak elszámolni, hogy hova ment a pénz. Tehát most bocsánat, hogy ezt egy kockás füzetre nincs leírva. És innentől kezdve feltételezhetjük azt, hogy azért látjuk, hogy azért Zelenszky is mit vásárol, vagy mit nem vásárol, vagy a felesége hol vásárol. De ezek olyan dolgok, amit érdemes azért szem előtt tartani, hogy ezek a pénzek hova tűntek. Nem tudja senki megmondani. Hát igen, nagyon... a Nemzeti Bank elnöke vette egy Vadi Rolls-Royce fantomot magának a háború alatt. Tehát azért hova vándorolnak valóban pénzek, vagy ugye amikor mondják, hogy Zelenszka nem tudom, 1 millió dollárért vásárolt ékszereket valahol Tiffany-nál. Tehát azért úgy egy kicsit az ember zsebében kinyílik a bicska, a nemzet színejava ott vérzik el a fronton, ők pedig luxus ingatlanokat vásárolnak, ékszereket vásárolnak, tényleg, mintha nem lenne holnap, úgy költekeznek, és hát értelemszerűen, hogy akkor az amerikai adófizetők, meg amerikai szenátorok akkor joggal mondják, hát ácsi, itt álljunk le, America first, és ne pedig egy ilyen korrupt országban, ami valóban nem, hogy egy Excel táblázatot nem küldtek el a Pentagonnak, hanem egyszerűen semmit, hanem hát valahol ott vannak a fegyverek kint a fronton, használjuk őket, ja, hát köszi. Most, hogyha te az adó pénzeddel nem számolsz el, az Egyesült Államokban nem számolsz el, akkor az adóhatóság kérdezi, hogy mi van? Na most egy Pentagon nem tud elszámolni 5-6 milliárd dollárral? Azt se tudják, hogy hol van. És elszámolták. Emlékszünk, amikor véletlenül mondták, hogy véletlenül nem tudom hány milliárd dollárral többet, vagy hány millió dollárral többet utaltunk Ukrajnának. Igen.
Hát te, hogyha nem fizet be 10 dollár adót, hát jön a papír. Persze, hát jön néha ilyen vicc, és én 12 forintot, vagy valami fizessek utána, tehát az utalás többbe kerül. Tehát az olóhatóság ezért brutálisan odafigyel. Igen. Vagy a németek is keresnek valami 30 ezer darab kézi lőfegyvert, gépkarabélyokat, például G36-osokat, az úgy eltűntek, nincsenek. De senki nem tudja megmondani, hol van. De, tehát ez zavar engem, hogy mind az Egyesült, talán mind bárhol máshol a rendes kis polgárokat azért megfogják, hogyha valami nem úgy van, ahogy kell, ahogy le van írva. És mi ezáltal azt hiszük, hogy egy állam az pontosan betartja a törvényeket. Nem, azt se tudják, hol van, azt se tudják, mi van. Na, és akkor most térjünk át egy picit erről a szavazásra, mert ugyebár látjuk az Egyesült Államokban, aki nem tudná, hogy az Egyesült Államokban a szavazás az hogy működik. Ugyebár igazából akiket beengednek most illegálisok, azokat az ottani államnak kell ellenőrizni, hogy azok jogosultak-e szavazni. Na most annyi bevándorló jött be már az USA-ba, hogy valamilyen oknál fogva, valamit majd csinálnak, trükköt, már New Yorkba különben megy ám ez, és ebből szavazó állampolgárokat akarnak csinálni. Most azt tudjuk, hogy az első generációs bevándorlás az USA-ba mindig demokrata, tehát 98%-ban a liberális oldalra szavaz, a szabadságra szavaz, behozza a családját, ez az amaz. Tehát minél több bevándorlót beengednek, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy ugyebár a választásba bele fognak szólni. A másik fele pedig az, hogy nagyon jól tudják azt, hogy melyik államba hogyan kell ezeket elküldeni. Tehát hogy hol állnak a számok. És most ugyebár látjuk azt, hogy Joe Bidennek a számai azok nem állnak jól, meg az egészsége sem áll túlságosan jól. Én amikor csináltam a videóimat, beszéltem arról, hogy szerintem 2-3 év, amíg Joe Biden ott tud lenni, vagy leváltják, vagy pucs, vagy valami lesz. Ki fogja húzni én valahogy. Én Kamala Harrisra tettem volna egy nagyobb összeget is, csak igen. Utána meghallgattam Kamala Harrisnak néhány beszédét, és rájöttem, hogy itt nem komoly bajok vannak a tudása. Anyaggal, amiből azt hittett, hogy tényleg egy olyan hölgy, aki Kalifornia állam legfőbb ügyésze volt, azért van benne némi tudás, van benne intelligencia, van benne tapasztalat a politikából, és kiderült, hogy semmi nem volt. Tehát amikor csinált egy körutat a Contador államokba, ugye Közép-Amerikába, és mondta, hogy ne jöjjetek, tehát körülbelül ennyibe merült ki a határvédelem, hogy körbeküldték néhány országba, kiállt a pódiumra, és olá migosz, ne jöjjetek. Tehát az azért igen. Úgy kicsit röhelyes volt. Hát megmondott egy-két mondatot, hogy today is today, tomorrow is tomorrow. Tehát voltak ilyen mondatai. Nem azért lett oda téve, mert hogy nagyon sok köze van a politikához, vagy nagyon sok esze van, hanem azért lett oda téve, mert egy bábú. Most már tudhatjuk azt, már nagyon, én is nagyon régen mondom, mert most nagyon sokan mondják régen, hogy tulajdonképpen amiket látunk a tévében, itt nem ők irányítják a politikát. Még olyan kevés beleszólásuk sincs, mint egy előző elnöknek, vagy elnök helyettesnek. És Joe Biden nagyon rosszul állnak a dolgai, ugye már most ott mind az egészsége, tehát nem tudja, összekever embereket, nem tudja, igen, hol van, Sisi, mit csinál. Mexikó elnökének nevezte ugye a Sisi elnököt, aki Egyiptom vezetője. És ugyebár derülnek ki a dolgok, ugyebár a fiának volt ez az óriási nagy botránya a laptoppal, amit hát ugyebár a CIA meg az ottani kormányerők eltitkoltak, hogy választás előtt ne derüljön ki, aztán abból sincsen nagy ügy érdekes módon, pedig milyen nagynak indul. És kikerült az összes felvétel, igen, a prostikkal, a kokóval, a pucércsúzdázással, minden fönt van az interneten, aki beírja Hunter Biden, csodálatos dolgokat lel, tehát érdemes megnézni 18 éven felülieknek. Na most ugyebár, amikor a fegyverével kapcsolatosan eljárt, akkor magán az applikáción is, tehát amin kitölti, hogy azon is hazudott. Hazudott, igen. Ebből sem lett probléma. Tehát Joe Biden körül az eléggé szorul a hurok. Valószínű, hogy most már a liberális oldal sem szeretné azt, hogy Joe Biden menjen, már nem néz ki jól. Nem is néz neki jól már egy választáson. Nem tud, tehát most ugyebár most van a Super Bowl az USA-ban. Igen. Super Bowlon ugyebár az Amerikai Egyesült Államoknak az elnöke kell, hogy mondjon egy beszédet. Tehát ez nem kell, de ez egy tradíció, szokás. Igen. Ez egy szokás. És Joe Biden azt mondta, hogy ő nem mond beszédet, Donald Trump kapott az alkalmat, én jövök, én mondok. Tehát, és láthatjuk azt, hogy minden UFC fight, Ultimate Fight Championship, UFC fightra Trump elmegy, igen, és feláll a tömeg, és tapsol neki. Mert nagyon sokszor a kordét, a bírósági napjait úgy időzítették, hogy ne tudjon kampányolni. És akkor fogta, és akkor kihasználta le, és hol van sok ember, oda megy. Nagyon jól csinálja. Zseniális. Viszont bedobtál egy nevet még itt a műsor előtt, mielőtt kollégánk bekapcsolta itt a kamerát. Ugye azért volt egy szép és intelligens hölgy,
akinek a neve esett, már felismerül, de aztán gondoltam, hogy nem lesz elég idő felépíteni, Michelle Obamára gondolok, akit tudjuk azért, hogy ő volt az ész valahol Barack Obama mögött, ezt nagyon sokan mondták, hogy sokkal intelligensebb, sokkal nagyobb rálátása volt a világpolitikára, és párszor egy kicsit, hát most finoman mondom, manipulálta is Barack Obama elnököt. Tehát mi a helyzet most Michelle Obamával? Na most én, ahogy látom, Joe Bident azt én szerintem félre fogják tenni az utolsó pillanatban, és Michelle Obamát fogják majd ugyebár behúzni. Május, június, július környékén, mert ő majd elhozza, hogy ő békét kell, teljesen más oldalról fogja megközelíteni, és ugyebár úgy hívják az Egyesült Államok, hogy hintázó választók, azoknak kicsikét még az agyát át lehet mosni, és akkor oké, már nem is volt olyan rossz az Obama, meg most ugyebár a háborút se akarjuk, jó lesz nekünk ez a Michelle Obama. Arról már nem is beszélek, hogy hogy a választásoknál mindenki meg tud ígérni bármit. Tehát mindenki el tudja mondani, hogy fú, én az ingyen van, fogok. Igen. Az ingyen van. A negatív kampány az, ami befolyásol egy kampányt. Hillary Clinton-nál láttuk ezt 2016-ban, ugye bár nagyon lehúzták Hillary Clintont, ahhoz képest, hogy gyönyörűen fel volt építve a kampány, gyönyörűen nagyon sok pénz volt mögötte, és mégis elveszett a választás. Hát igen, a hazugságokkal, mikor azt hazudta, hogy rálőttek ugye Koszovóba, a reptéren, meg egyéb, meg azért nagyon ugye a republikánusok azt mindig felhozták, és fel is fogják hozni, hogy azért a demokraták beáldozták ugye Benghaziba az amerikai konzulátust, ahol diplomaták, ahol US Navy SEAL-ek haltak meg. Film is van róla, igen. Így van, tehát az egy brutális eset volt. Bengázi titkos katonái, azt hiszem ez a magyar ilyes, címe. Igen. Tehát érdemes megnézni, valós sztori, nagyon szívszorító, és hát ott Hillary Clintonnak nagyon erősen benne volt a keze, hogy amerikaiak haltak meg Bengáziban. Na most ugyebár Hillary Clinton évek óta mondja ezt a Russian collusion-t, hogy az oroszokkal ugyebár össze van nőve Donald Trump, és kiderült, hogy ő volt az, aki az Urán bizniszen keresztül a legtöbb pénzt szedte ki az oroszoktól annak idején. Na, de visszatérve Michelle Obamára, tehát itt valószínűleg nem lesz arra idő, hogy negatív kampányt készítsenek Michelle Obama ellen, olyan rövid lesz az idő a választásokig, meg annyi minden jön, látjuk 2024-ben szinte minden megtörtént. Nagyon turbulens év lesz ez is valószínűleg. Nagyon sok választás van, most ugyebár a tájváni helyzet az egy kicsikét úgy letisztult, mert most már látjuk, hogy ott is milyen vezetés lesz, de az Egyesült Államokban ugyebár a választásokig nagyon nagy probléma lesz. Ugyebár volt ez a Roger Stone, aki volt a kampány menedzsere Donald Trumpnak. Ő rájött arra, őnál is kimolt külön az FBI, 74 éves ember, és kiment hozzá az FBI reggel 4-kor. Hát kicsit túlkapás. És ő mondta, hogy a negatív kampányra kell jobban ráfeküdni különben, 18-19 éves korában benne a politikából, és ő nagyon jól felépítette ezt annak idején Hillary Clinton ellen. Na most kérdés, hogy most mi lesz majd Michelle Obama ellen. De különben nekem van TikTokom, nézegettem, és Michelle Obamára ugyebár direkt rámentem, és csinált egy élőadást. És milyen fura az, hogy az Egyesült Államok elnökének a feleségét azt nem nézik 200-an, 300-an a TikTokon, amikor élőzik. Hát vannak magyar titokosok, akik politikai adót csinálnak, és 300-400-an nézik meg. Így van. Érdekes, ez nagyon érdekes sztori, úgyhogy szerintem erről még nagyon-nagyon sokat fogunk beszélni. Utolsó kérdés, mert szerintem lassan nem hogy kifutunk az időből, hanem már két adás is szerintem belefér ebbe, de nem baj, izgalmas, szerintem ezt még folytatni fogjuk. Hogy látják az amerikaiak a közel-keleti helyzetet, Gázát? Nagyon érdekes, mert ugyebár az Egyesült Államokban van nagyon sok zsidó, és van nagyon sok palesztin. Na most a legtöbb, egy nagyon nagy kolónia azért ott New Yorkban is. És ezeket fel lehet használni azért egymás ellen, mert mind a kettő oldalt úszítani egymás ellen, és ez politikailag a jelenlegi rendszernek jó, a jelenlegi kormánynak jó. Viszont látják most már az Egyesült Államokban az adófizetők, hogy mi mindig oda megyünk a közel-keletre, mindig oda megyünk, ahol olaj van, mindig oda megyünk, ahol biznisz van. Tehát most már látják az amerikai, hogy várjunk meg egy kicsit. Ez most jó, hogy eladták nekünk ezt a propagandát 1980-tól tegnap előttig. De most már azért nőjünk fel ahhoz, hogy valami más van itt. Meg most már az interneten 2 másodperc alatt ott vannak a hírek. Bárki bármit lefilmez, nem lehet letagadni, nem lehet zöld háttér mögött ugrálni, egy időben ezt csinálta. Nem lehet megmosni az emberek agyát, mert csak a tévét nézik, ott az internet, és egyből ott van az internet. Real time, bármit látsz, másodperceken belül virál mennek hírek, ugye akár a gázai támadás is. Tehát brutális volt, hogy percek alatt igazából a robbantotta az internetet világszerte, tehát Jakartától kezdve New York City-ig mindenki a telefonját bámult, és atya úristen, mi történt. És évekkel ezelőtt ez nem volt, ez milyen érdekes, hogy évekkel ezelőtt nem volt ott probléma. Most megillett probléma.
Na most ez megint egy politika. Tehát ez megint egy politika. Úgyhogy szerintem minden folytassuk, Rága Dani, nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Közben itt rombolom már a technikát is. Úgyhogy szerintem a napokban még folytatjuk, meg beszélek kollégákkal, mert szerintem be kéne menned ezzel a láverbe is, amit kollégák csinálnak. Ott is nagyon sok kérdést tesznek fel az emberek, ugye betelefonálós műsor. Úgyhogy ezt valahogy majd intézem neked, meg hát ha van időd, akkor még nagyon sok szeretettel várlak, mert annyira izgalmas ez a téma, hogy közelednek a választások, egyre izgibb lesz, úgyhogy... És kint leszünk, és majd... Tervezzük, igen, Narival, hogy kettesben majd az amerikai kampány forró fázisában, valahonnan Florida államból bejelentkezünk, és valószínűleg valami kampányközpontból majd toljuk a műsort, mert úgy az igazi, hogy kint vagyunk terepen. Az a biztos. Drágáim, ennyi volt mára, holnap kedd, értelemszerűen itt leszek megint, újabb izgalmas hírekkel, belemegyünk majd akkor kicsit még jobban azért az orosz-ukrán helyzetbe, egy kicsit majd gázázunk is, de azért egy kis cikk is még ugye születik a videóhoz, mint mindig, abban azért egy kicsit beszélek a Közel-Keletről, hogy mik a legfrissebb fejlemények, például, hogy a második Abdallah Jordánia királya ugye Washingtonba ment, hogy tárgyaljon Joe Bidennel, hogy valamilyen megoldást keresni arra a borzalomra, ami Gázába folyik, hiszen 28 ezer civil vesztette már az életét. Holnap találkozunk, nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, sziasztok! Sziasztok, köszönjük!